Sziasztok, borkajak, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videó egy olvasó vlog lesz a barátnőimmel. Szóval, hogyha már valaki látta a videóimat a múltban, elég sokszor emlegettem két barátnőmet, ezek pedig Anikó és Virág. Őket egészen kiskorom óta ismerem, osztálytársak voltunk általános iskolában, azóta barátnők vagyunk, és hát azóta is mind a kettőjük nagyon szeret olvasni. Tehát, hogy például, amikor mondtam nektek, hogy a negyedik szárny könyvet egy barátnőmmel olvasom, az Anikó volt, vagy például, amikor mondtam, hogy a halálsoront egy barátnőmmel olvasom, az Virág volt. És mostanában elég keveset tudunk így hárman összeülni, viszont most hosszú hétvége van, és mindenki itthon van, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy tartunk egy olvasós napot, ami azt jelenti, hogy át fognak jönni hozzám, és mind a hárman egész nap együtt fogunk olvasni, amit nagyon-nagyon várok. Hát nem lesz egy 12 órás kihívás, eredetileg azt akartuk, viszont nem lesz annyira időnk, úgyhogy annyi lesz, hogy ilyen 10-11 fele át fognak ma jönni, és ilyen 10-ig próbálunk megolvasni, de közben fogunk mást is csinálni, csak hogy ez a terv. Úgyhogy már nagyon izgatott vagyok, majd meg fogjuk mutogatni azt, hogy ki mit olvas, meg lesznek hozzájuk kérdéseim is, és fogunk sütögetni. Én már most reggel dagasztottam be pizzatésztát, úgyhogy pizzát fogunk sütni, mert készültem kis hidegtállal is nekik reggelire, ők pedig nem sokára át fognak jönni. Én a jelenlegi három olvasmányom közül fogom olvasni éppen azt, amelyiket kedvem tartja. Ez a három könyv a következő. Először is Travis Baldrytól a Koponyák és könyvesboltok, ami a legendás laték előzménykönyve, ebben majd lesz egy közös live másik booktuberekkel, és én nagyon szeretem a legendás latékat, miből éppen, hogy csak egy pár oldalt olvastam még, viszont imádom az egész hangulatot, annyira kozi és annyira szeretem, hogy biztosan tetszeni fog nekem, úgyhogy ő az első opció. A második egy teljesen más könyv, ez egy sokkal komolyabb hangvételű, sokkal realisztikusabb történet. Ez Amber Smith-től, az Amilyen akkor voltam. Ez a könyv egy fiatal lányról szól, akivel történik valami szörnyű, és emiatt az élete hát úgymond teljesen tönkre megy, és arról szól, hogy hogyan éli meg az ezt követő időszakot. Ezt a könyvet Dórival olvasom együtt, ugyanis neki áprilisban a könyvklubnak a közös könyve lesz, és majd figyeljétek a posztjainkat, ugyanis lesz egy könyv, egy ilyen példány, amit ki fogunk közöttek sorsolni. Utána pedig lesz ebből a kötetből egy közös live-unk Dórival. Ő benne már egy kicsit többet haladtam, még mindig nem sokat, de hát így az eleje nagyon kemény, úgyhogy lassan, de biztosan. A harmadik kötet pedig egy olyan, amit már egy hónapja olvasok, de nem azért, mert nem tetszik, hanem azért, mert ezt csak így a saját magam miatt olvasom, és minden mást amiatt olvasok, mert most kell. Tehát, hogy annyira sok recenzióm van, meg közös olvasásom, hogy erre teljesen nincsen időm, úgyhogy ezért nem haladok vele. Egyébként ennek ellenére nagyon jó, ez nem más, mint A.M. Arantól az Oculus. Nem tudom, emlékeztek-e, de Evelyntől kaptam a Secret Santa csomagomba egy ilyen fizikális kis TBR-t, egy lapot, ahol le kell kaparni mindig egy ilyen kis ablakot, és az felfedi, hogy mit olvassak következőnek. Az elsőt azt vele olvastam, a jégtörőt, és utána lekapartam a következő ablakot, és az az Oculus volt, aminek nagyon örültem, mert én már erre nagyon kíváncsi voltam. És elkezdtem olvasni, de közben annyi recenzió jött most hozzám, majd lehet, hogy meg fogom ebbe a videóba mutatni. Ott van lent alattam egy kis dobozka tele recenzióval, hogy nekem most azokat olvasnom kell. Tehát, hogy az egész tavaszon valószínűleg rá fog menni arra, hogy ezeket a könyveket fogom olvasni, ami egyáltalán nem rossz, mert mindegyik nagyon érdekel, ebben van sok magyar szerzős, lesz friss megjelenés, ami nagyon fog engem érdekelni, és meg fogom kapni. Úgyhogy most ezekkel fogok haladni, és ezért egy kicsit az Oculus a háttérbe szorult, de nagyon érdekesnek tűnik, úgyhogy lehet, ma őt fogom olvasni. Szóval mindjárt itt vannak a lányok, én már nagyon-nagyon várom ezt a napot, kíváncsi vagyok így hárman, mennyit fogunk tudni olvasni. Mert egy csomó ilyen olvasós pikniken voltunk már együtt, és ha bár haladtunk a könyvekkel, azt tudjuk hozzá, hogy nagyon sokat tudunk beszélgetni. És ha egyszer elkezdünk beszélgetni, akkor abból nem lesz olvasás, mert pedig a mai nap erre van szentelve, úgyhogy meglátjuk. Csináltam egy ilyen kis hidegtálat reggelire, illetve fogok felvágni kalácsot lekvárral, úgyhogy ez lesz az első menü. Egyébként nézzétek, milyen szép kis tavaszi csokrom van, imádom a tavaszt egyébként, szóval nagyon jól néz ki szerintem. Na szóval ez lesz a reggelink, aztán dagasztottam be pizzatésztát, és azt együtt fogjuk megcsinálni, ami biztos nagyon vicces lesz, és hát ezen kívül semmi más tervünk nincs, csak az olvasás. Nézzük akkor azt a bizonyos recenziós kosarat, egyébként ebben nem minden recenzió, illetve nincsen benne minden, viszont ebben a kosárban szoktak lenni a prioritásaim. Ami nincsen például benne, áprilisban fogom megkapni az Agawa könyvektől az Emily White tündér enciklopédiáját, mivel ez még nyilván nem jelent meg,
így ez nincsen benne a kosárba. Illetve a Manó és Menő könyvek küldött nekem egy csomagot nemrégiben, ami nem erre a címre jött, szóval gyakorlatilag hétvégén fogom hazahozni. Ezt sem tudtam még ide pakolni. Ez a két könyv, hát nem látszik, az egyiket ki fogom emelni, ezek a Monstress képregények, tehát ez a második és harmadik rész, de évként 4-5-6-7 is nálam van. Ezeket azért raktam ennyire félre még, és azért nem olvastam, mert egyben szeretném elolvasni, és erről csinálni egy külön videót. Úgyhogy ez ezért tolódik egyelőre, egyébként nyilván jó lenne hamar, hiszen recenzióba kaptam őket, de lehet, hogy maga a videó hangulata az így ősz elején lenne a legjobb, úgyhogy majd meglátjuk. Ez itt a Révész Justin Cronintól, amit teljesen véletlenszerűen kaptam egy Fumax csomagban, nem számítottam rá, majd ezt a csomagbontást be fogom linkelni a leírásba, viszont annyira érdekesnek tűnik, hogy beraktam ide opciónak, hogy majd szeretném elolvasni minél hamarabb. Itt van még a Csillagom Leone Stanislavtól, nagyon hamar fogom egyébként olvasni, tehát a következő pár olvasmányomban benne lesz, őt ugye a Fantasy Expo-n kaptam, illetve szintén a Fantasy Expo-n kaptam a Requiem című könyvet Benyák Zoltántól, ami szintén a Csillagommal együtt hamarosan egy olvasmányom lesz. Itt van még a Lódené Boszorkányhajsza, ami szintén egy magyar szerzős könyv, és én ezt a Fair Books-tól kaptam, és ennek nagyon örülök, hiszen ez egy nyomozós könyv, amiket habár nagyon szeretek, mostanában nem olvasok. Úgyhogy őt is ilyen április tájéken fogom olvasni, és erről is lesz majd valamilyen videó a csatornámon. A következő könyv, ami itt van, légy szíves férj be, az nem recenzió, viszont a Borkaric könyvklub áprilisi közös könyve, ez a Géncsapda Blake Crouch-tól. Én Blake Crouch-ot imádom, és hát éppen ezért is ezt a könyvét el szeretném olvasni. Szégyellem magam, hogy eddig még nem olvastam el, ugyanis egy éve megjelent, és én általában Blake Crouch könyveit falom, viszont erre még nem volt időm, ezen kívül egyébként a szerző összes magyarul megjelent könyvét már elolvastam. A következő könyv az előbb látott, amilyen akkor voltam, ez itt az a példány, amit ki fogunk sorsolni, ezt ugye nem veszem ki, és végül itt van a Fine Print, ami nem recenzió, ezt én vettem, viszont ez egy Andival közös olvasásunk lesz áprilisban, azért van itt. Szóval Anikó megérkezett hozzánk, Anikó, köszönj! Sziasztok! Tehát először is szerintem mutasd meg, hogy milyen könyveket hoztál olvasni, és hogy miért. Tehát én elhoztam az Ezüst Erdőt, Szabó Krisztinától, és a Shadow and Bone-t. Úgyhogy nagyon jó választások. És jöttek kérdések már, szóval először is. Én azt kérdezném, hogy ki a kedvenc szerződ? Fú, hát ez egy elég nehéz kérdés. Hát szerintem Sarah J. Maas az egyik. Egyértelmű. Igen, mert szeretem a Tüskék és Rózsák udvarát. Uh-huh. Valamint Holly Black, mert a Kegyetlen Herceget is nagyon szerettem. Nice. Jött egy olyan kérdésünk, ami elég nehéz még amúgy nekem is, hogy mi a top 5 kedvenc könyved? Én egyet akartam amúgy kérdezni tőled, de 5-öt kértek, szóval... Fú, hát egyértelműen az Akotár az egyik kedvencem. Uh-huh. Másik, amit az előbb is mondtam, hogy a Kegyetlen Herceg, vagy az egész sorozat. Akkor Colin Hoover-től szerettem a Verity-t. Nice. Szerintem ennyit tudok felsorolni. Azt, amit tegyük hozzá, hogy Anikó olvasta, mint én, az Unspell Barbarians-t, és neki sem tetszett. Igen, igen, igen. És nemrég olvasta a Haunting of the Line-t is. Azt inkább nem emleges. Szóval megjött Virág is. Szia, Virág! Hello! Először is, akárcsak Anikóval, légy szíves, mondd el, hogy milyen könyveket hoztál olvasni. Na, amit hoztam. Nagyon jó, igen. A legjobb. És a Narancsvakolostor. Ambiciódus. Tervek. Lehet, hogy hülye vagyok, de meglátjuk. Szóval, Virág, ki a kedvenc szerződ? Mondjuk ezt nem gondoltam végig. Legyen Stephen King és George R. R. Martin. A jók. Igen. És nem. Ha mondanod kéne öt könyvet, ami a kedvenced, akkor az mi lenne? Akkor most csalok. Az az. Igen. Mák háború. Nem osztom neked vissza a második részt. Nem baj. Rájössz. Daisy Jones and the Six. Igen. Tűz és vér, persze, on brand. És elég ismeretlen a Boy Parts Eliza. Az viszont csak is nagyon erős idegzetőknek lehet ajánlani. Jó,
Jelenleg 13 óra elmúlt, és amúgy nem sokat hattunk az olvasásra. Főleg, hogy intom. Igen, hogy jelenleg a 110-valamedik oldalt járok a könyvben. Jó, hogy te megjegyezted, én nem. Igen. Én a 42. oldalt járok, ez is kérdőben. Akkor én nem. Most már bele kell húznunk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most válaszoljuk meg a kérdéseket, amik eddig jöttek, mert nem lesz időnk. Szóval, hogyha valakit kihagyunk, bocsánat, azért van, mert mire ezt felvesszük, még nem jött meg a kérdés. Szóval, gyorsan olvastok? Egy óra alatt 60-tól 70 oldalat szoktam elolvasni. Nem tudom, hogy ez gyorsnak szerintem. Igen, mert meg pont múltkor néztem meg. Beállítottam a stoppert. Szerintem rólam tudjátok, hogy én gyorsan olvasok. Legalábbis mindenki ezt mondja, nem tudom. De egy óra alatt szerint... egy oldalat olvasok. Fogalmam sincs, most nem érjük majd. Na jó. Ancsi? Szerintem én a normál sebességet, tehát biztos, hogy lassabban, mint Bogi. Szerintem mindenki lassabban alszol. Ennyi. Könyvjelző vagy sarokbehajtás? Könyvjelző. Ki az, aki behajtja a sarkát? Nagyon, én nagyon ritkán, ha nincs más, de akkor inkább belerakom. Nagyon ritkán. Inkább belerakom a maszkát. Az is egy bűn. Nagyon ritkán is. Várjál, akkor Szentli. Egy kicsit zacskót szoktam. Szentli és könyvbe beleírás, vagy a könyv szent és sérdetlen. Nem írunk könyvbe. Én néha szoktam, tudjátok, az alkuszban is jól néz ki. Jó, azért, mert akkor kellett, az egy terápia volt, akkor tudtam írni. Szóval, van olyan könyv, ami kihúzott olvasási válságból? Negyedik szer. Amúgy nekem is, én is olvastam, azt fogja együtt, ugye? Igen. Nekem nagyon sok volt, például a Madarak a dobozban, az úgy több évből kihúzott, úgyhogy például. Melyik az a könyv, ami máig képes megsiratni titeket? Nekem nagyon sok van. Én állandóan sírok egyébként, ezt senki nem tudja, én állandóan sírok. Minden egyes nap sírok. Egyébként csak mondom. De jó. Én bármi, ha egy minimális ilyen, nem tudom, szomorú dolog van benne, én simán sírok rajta, szóval... Én szerintem mondjuk, ha megint elolvastam a Daisy Johnson, biztos. Azon valamiért mindig. Azon is megkönnyeztem úgy. Én az Utazó olvastam. Macska krónikáján nagyon sírtam például. Én meg szintén egy japán írótól, ha a macskák eltűnnének a világból. Jó, macskásokat el kéne olvastam. Igen. Mi volt életetek legrosszabb könyve? Az Alkusz! Az Alkusz nekem is benne van, de a Twisted Love rosszabb. De azért nem fogom ezeket a... A Twisted Love volt a legrosszabb. Az Alice Not Barbarians is rossz volt, de a Twisted Love az rosszabb volt. Meg az Icebreaker is rossz volt, de az csak szimplán azért, mert nagyon nem nekem. A Twisted Love! Nem vagyok hajlandó. Igen. Nem beszélünk róla. Anikó, mondd ki, én ezt nem fogom soha elolvasni. Nekem a Haunting Adeline volt a legrosszabb élményem. Soha! Nem soha. Tudom, miért kellett amúgy. Nem fogjuk elolvasni soha az életben. Igen. Melyik a kedvenc műfajotok? Nekem a fantasy. Igen. Weird fiction és fantasy az jöhet. Nekem is fantasy, horror, sci-fi. De ezt már tudjátok. Hallottatok már a Rab Herceg trilógiáról? Én nem tudom miről szól, de én esküszöm már láttam a borítóját valahol. A micsoda? A Rab Herceg trilógia. És az első része a Rab Herceg szerintem, és ilyen halványkék borítója van. Nem tudom. Nem tudom, hogy igazán van. Láttam. Én szerintem már láttam a könyvesboltokban. Nem könyves, de elárultok valami vicces dolgot Borkáról, amit a nézők nem pedig nem tudnak róla. Cenzúrával létszik. Jó, akkor igen, állandóan zabálsz. Állandóan eszek amúgy, az igaz. De hogy ilyen betegesen sokat eszek. Örülök, hogy annyira nem látszik egyébként, mert tényleg nagyon sokat eszek. Nagyon-nagyon sokat. Úgyhogy ez komoly. Anikó? Anikó? Olyan vicces sztorim van. Igen. Hogy általános iskolában, a ötödikes korunkban körülbelül, én nem voltam benne. Ja, igen, de mondjuk tényleg. Bogi meg Virág horrorfilmet forgattak. És valahol az iskolának egy régi telefonján. Részén. Valahol nekem egy régi telefonján megvan. Az már off. És volt az rendesen így zene, alávágás, meg minden. És nem mentünk be miatt a napközibe. Meg ilyenek, és mindenki hát minket keresett. De jó volt valami. Úristenem, hagyjuk inkább. Igen, ilyen volt. Fűrészes. Igen. Sávoldon mellett menekültünk, aki nem létezett. És én csak így a háttérben néztem, hogy mi történik. Mert akkor is szerettem szerepelni. Szóval, melyik könyv világába látogatnátok szívesen? Virág? Hát mondanám azt, hogy legyen akkor a... Tudok arca, hogy a, ugye tűzésért csak valószínűleg egy 5 percig élnék. 5 percig élnék benne, de én is mennék a mai Westerosban simán. Én sem adnék a sárkát. Tegyük fel, hogy megtehetjük, és hogy kincsenek rá. És hogy amúgy félek a magas padász lényegtelen.
Az Akatárba. Ezt majd kisipoljuk. Majd kisipoljuk. Szóval, az Akatárba is elmennék szívesen amúgy, meg a Grisha Verzumban, vagy a Ketterdamban. Ilyesmi, igen. Én is az Akatárba. De én nem olvastam ezeket. Majd fogod. Meg például a Witchernek a világában is. Is jó. Geralt. Miatt. Szoktatok könyveket újra olvasni? Én ritkán, mert nincs időm. Annyi, nem mást akarok olvasni. Amúgy nagyon sokat újraolvasnék én, csak... A Határ. Minden más. Azt mondom, újraolvasok, és én akkor is újraolvasok, hogy ja, igen. Én meg nem is tudok újraolvasni, mert nincs időm, mert örülök, hogyha új könyveket tudok olvasni. Én is imélyen. Én is szoktam újraolvasni. És végül ki a kedvenc könyves főgonoszotok, illetve hősötök? Én az előbb mondtam, hogy nektek is nem emlékszem. De a főgonosz az nekem Snowell-nak az éhező küldelából. Meg Anakin Skywalker. Hős... De ki a gonosz? Most várjál, mert elgondolkoztam, hogy zsintom, hogy nem is lehet annyira hősnek, mert ugye... De amúgy nagyon sok olyan kedvenc karakterünk van szerintem, aki ilyen gonosz is, meg nem is, ilyen morálisan szürke. Legyen akkor, nem iratál, de ilyen meg zsint. Igen, Renéra. Az jó. Nekem főgonosz, például Lucius Malfoy, ha lehet gonoszat nevezni. Annak onnan Lucius van. Hős. Nem gondoltam a kedvenc karakterei konkrétan, hogy főgonosz vagy hős. Én Ariát nagyon szeretem, a trónok arcából. Meg... Úristen, kit szeretek? De én közül boldog. Ilyenkor semmi nem jut eszembe. Nekem most üres az agyam jelenleg. Én amúgy szeretem Feyre-t. De az utolsó részben nekem annyira nem adta. Nekem Jude Duart jutott eszembe a kegyetlen hercegből. Igen, igen. Meg Geralt. Once again. Once again. Amúgy Jean-t is szeretem, de ő is, hát így... Is, igen. Meg mondom második részben, nem tudtam olvasni. És majd megtörténik. De igen. Köszönjük a kérdéseket, ha esetleg nem volt benne a te kérdésed, az azért van, mert délben volt időnk ezt felvenni. Mert nagyon le vagyunk maradva, úgyhogy ide megint visszamegyünk. Annyira nem. Menjünk olvasni szerintem. Igen. Did you still taste me days later? Anikó, ez is slágok udvarát olvas. You could fuck me whenever you wanted in the house. I thought about your head between my legs too and how your tongue slid. Amúgy megy a kamera! Tehát, amikor én kezdőságok udalát olvasnak. Egyébként nincs 10 óra is feladtuk, mert valamiért elámosodtunk, én egyébként aludtam is. Úgyhogy ez így alakult, de egyébként szerintem jól szórakoztunk. Szerintem, és igen. Egészen jól haladtunk. Virág, kezdte? Ja, hát igen, a 9. házat olvastam ugyebár, de úgyhogy ezt a lelkem most nem erre van szükség. Úgyhogy 40 oldalt bírtam, és elkezdtem. Meddig jutottam? Várjál. 78. De legyen az mentségem, hogy ezért egész tömött oldalak, úgyhogy de erre volt szükségem, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy win. Ez egy win. Na jó. Aligo? Én ezüst erőt olvastam. És én lassabban olvasok, mint Bogi meg Virág. Mint rájöttök. Én a 118. oldalig jutottam. De igazából ez is csak jó szerintem. Eddig amúgy nagyon tetszik. És mit gondolsz Eddig Fénenről? Eddig Fénent. Úgy hívják. Engem, szerintem. Imádom. Annyira jó képűnek képzelem el. Ezt vártam. Én tudjátok, hogy képzelem egyébként? Mint Kriegan Starkot. Még nem tudjátok szerintem, de majd amikor kijön a második évadában benne van. Igen. Amikor kijön a második évad a Sárkányok házából, benne lesz. Nem tudom a színésznek a nevét, aki játsza. Majd bevágok egy képet ide, na így csak sötét ide hajjal. Nem. Vagy pont Anikóra, így csak sötét ide hajjal. Így képzeltem el. Na mindegy. Én kicsit gyorsan olvasok. Szóval én befejeztem a Koponyák és Kölymes boltokat, ami nagyon tetszett, de végig éhes voltam miatt. Mert... És igen, felzabáltál mindent, ami van. Igen. Ennyi. Nem tudom, hány kis pizzáskát ettem meg, amiatt ebben végig a kajáról beszélnek, de nagyon sokat. Na se baj. Szóval, hogy nagyon tetszett, és 4,5 se utattam rá. Én azt mondanám egyébként, hogy jobb a legendás lattik, de azért ez is nagyon jó volt. És full random egyébként, miután kialudtam magam, meg így már paradtuk úgy az olvasást, belekezdtem a Rovarok és emberek második részébe, és ezt is befejeztem, mert egyébként alig van benne szöveg gyakorlatilag. Nem tetszett annyira... Jó, hogy befejezted? Be! Be!
És tudtam, hogy... Mi? Az előbb szerint miért állapodna, akkor mehet a bejelentkező? Két könyvet kiolvastál, még én 118 jó, de a végén telefonoztatok, én meg akkor kezdtem el ezt olvasni. Aztán. Nem azt mondom, hogy most nem folytatnám, de már nekem is kezdek is tudni. Nagyon elfáradtunk. Amúgy a lényeg az, hogy ez nem volt olyan jó szerintem, mint az első. Ilyen főleg háttérsztori volt benne, és a végére lesz csak annyira izgalmas. De nem volt az, 3 csillag, és mivel baromira elfáradtunk, ezért az a terv, hogy mivel hogy 10-ig még van időnk, hogy most elmegyünk a városba, és beülünk valahol beszélgetni. Hát, ha utána még lesz időnk olvasni, ki tudja. Igen. Igen. Jó terv. Úgyhogy ennyi egyelőre. Szóval, eljött a másnap, és talán nem jelentkeztünk be, mert igazából miután hazajöttünk a kis beszélgetésünkből a városban, beszélgettünk tovább itthon, szóval nem olvastunk többet, úgyhogy ennyi lett volna, amit mi olvastunk. Nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon szuper volt végre együtt olvasni, mert régen sok ilyet csináltunk, de mostanában nem nagyon volt időnk, úgyhogy meg is beszéltük, hogy majd legközelebb, amikor jó idő lesz, akkor majd kimegyünk egy ilyen olvasós piknikre is. Lehet még azt is vlogolni fogjuk, nem tudom. De ha tetszett a videó, akkor írjátok le a kommentbe, és hát találkozunk a következő videóban. Sziasztok!